Jó reggelt kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba, itt a Start, és arra Kovács Attilával folytatjuk a DK külügyi kabinet vezetőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Orbán Viktor tusványosi beszéde változatlanul téma, és mindaz, ami ebből következik, és mindaz, ami azóta történt, ugye a különutas orosz politika meglengetése, Szijjártó ígért útja Moszkvába egy külön tárgyalás megkezdésére az embargó tövében. Miközben a nemzetközi sajtó is jobbára elítélő, de egyre inkább felemás módon kezeli mindazt, ami történik a magyar külpolitikában, vagy a magyar politikai mozgások körében. Mennyire lehet kimondani azt, hogy Orbán Viktor, amit egyébként oly gyakran hajlamosak kimondani az elemzők, elszigetelődik az Európai Unióban? Egy kicsikét korrigálnám azt, amit mondott, mert nem mérvadóak azok a vélemények, amelyek azt mondják, hogy hát meg kellene nézni jobban, hogy mit mond ez az ember, mert lehet benne igazság. Erről majd úgyis beszéljünk, jó? Rendben van. Nyilvánvalóan megvan ebben az egész folyamatban az a kockázat, hogy könnyen átterjed más országokra. Ez az illiberalizmus, a populizmus és mindenféle egyéb, ami ebben benne van, sőt szélsőségesség, sőt az EU-n kívül való térkeresés. Tehát ez mind benne van, de jelen pillanatban a mainstreamet nem ez jellemzi, és meg kell nézni azokat a sajtóorgánumokat, amelyek nagyon kritikusan szólaltak meg az elmúlt hetekben. Ezek mind olyan lapok, amelyeket a világon mindenki olvas. Tényleg például meg egy cseh kommenter, ami arról szólt, és akkor most tényleg kezdjük ezzel, és akkor majd beszélünk az elszigetelődés, vagy el nem szigetelődés kérdéséről, ami arról szólt, hogy amit Orbán Viktor felvet, ha a szóhasználat nem is megszokott, és az illiberalizmus nyilván magyarázatot igényel, és mindaz, amit emögé képzel Orbán Viktor, de alapvetően az Európai Unió konzervatív köreiben ez egy komolyan meglévő téma, hogy merre tovább, és lehet ezen a liberálisnak mondott úton tovább menni a gazdaságpolitikában, és általában a politikában. Ezzel mennyire ért egyet? Ezzel gyakorlatilag nem értek egyet. Tudnilik, az alapja annak a hatékonyságnak, ami meghatározza a nyugati civilizációt, beleértve Európát és Amerikát is, az a liberális demokrácia. E fölől nincsen vita, gyakorlatilag ennél jobbat nem találtak ki, és ez jól megy. Ezen kívül természetesen vannak autokrata kísérletek, meg kell nézni, hogy egy autokrata társadalom az elmúlt évszázadok során hogyan működött. Nem volt hatékony. Egyébként ennél rosszabbat is mondok, mint ez egy cikk, mert hát ez egy cikk, ami egy embernek a véleményét tükrözi. De a napokban Romániában egy nagyon szélsőséges párt indult, ráadásul jött létre, ráadásul jobboldali, konzervatív, nagyon magyar ellenes, nagyon cigány ellenes, nagyon egyéb minden ellenes, ami a civilizációnkkal összefügg, és mintha visszhangozna Orbán Viktornak a szövegeit ez a párt a programjában. Úgyhogy azért mondom, vannak veszélyes... Azt mondja, hogy Orbán Viktor ötletadó lehet szélsőséges eszmék megjelenéséhez? Abszolút mértékben, és akkor csak visszautalnék az ön által idezett cikkhez. Természetesen igen, de ez szerintem egy elszigetelt jelenség, és mutatja azt, hogy Orbán is milyen mértékben hát visszafogott a tusványosi beszédét, illetően visszafogottabbá vált, de a lényegen semmit nem változtatott, és az a tegnapi, az éves nagyköveti értekezeten elmond beszédet példáz ezt a leginkább, amiben abszolút minden, tételesen elismételt mindent, amit tusványosan elmondott. Az illiberalizmusról nem ejtette ki ezt a szót, de a liberalizmus ellen beszélt, meglengette azt, hogy az Európai Unión kívül is van élet, ugye azt mondta, hogy 55%-ra kellene emelni az árucserét az unión kívüli országokkal, kérdem én azt, hogyan, miközben ott vámok vannak, itt pedig nincsenek vámok. Az orosz, illetve uniós vitában egyértelműen az oroszok mellett állt ki, meglengette azt, hogy itt az Európai és Oroszország közötti konfliktusban igazából háttérből Amerika létezik, ezt, és amerikai érdekek működnek, ezt ugye Kövér László volt, aki gyanús háttérhatalmakról beszélt, és Amerikára célzott. Tehát ezek mind azt mutatják, hogy nagyon komolyan gondolja Orbán Viktor azt, amit tusványosan elmondott, és ez fog maradni a politika. Márpedig, ha ez marad a Fidesz politikája és a magyar kormány politikája, akkor nincs mit keressen gyakorlatilag, nemhogy Európában, de az európai konzervatívok között sem. Hát, nekünk viszont nyilván az Európában illik és kellene maradnunk, tehát nyilván Orbán Viktornak is pártja érin, az ország érin, ez az érdeke. Úgy kell kívül lennie, hogy belül marad. Lehet-e úgy kívül lenni, Oroszországgal külön paktumot kötni, hogy közben bent van az Európai Unióban, ahol megszavazza azokat az intézkedéseket, amiket az Európai Unió éppen Oroszországgal szemben foganatosít az ukrán válság ügyében. Lehet ezt? Nézze,
Nem lehet, de ez egy kísérlet. Hogy hát, hogyha mégiscsak lehetséges, nem lehet. A végét azt meg lehet mondani. Az Európai Unión belül egyetlen gazdaságpolitika van, és egyetlen biztonságpolitika. Ez a tegnapi beszéd szétválasztotta ezt a kötőt, mondván, hogy Magyarország egy olyan gazdaságpolitikára koncentrál, ami nagyobb mozgásteret ad meg nekik, ugyanakkor a baltiak és a lengyelek pedig a történelmi tapasztalataik alapján biztonságpolitikailag fogják fel az európai, illetve orosz viszonyt. De bizonyos értelemben Orbán Viktor is, hát lehet ezt úgy is értelmezni, hogy a biztonságunkról gondoskodjon az Európai Unió és a NATO, mi pedig a gazdasági életünket mert nélkülük bonyolítjuk, bár szívesen fogadjuk a tőlük érkező pénzt. Nos, a mentalitásban az a hiba, hogy egyáltalán nem figyel oda arra, hogy egységként kell szemlélni az Európai Uniót. Tehát ebben az egységben nem lehet kilépni. Ráadásul egy nagyon minőségileg új momentumot élünk most meg, egyfajta hidegháborúban kialakulóban. Ennek a hidegháborúnak nem a nyugat a keltője, nem a nyugat az inspirátora, hanem egyértelműen a moszkvai politika. Ebben a hidegháborúban gyakorlatilag a sorok összezárnak, oda át, épp úgy, mint itt nálunk. Ebből nem lehet kilépni, vagy ha igen, annak komoly következményei lesznek. Miért nem Ukrajna mellé áll Magyarország? Miért Oroszország mellé áll, miközben Ukrajnában van egy jelentős magyar kisebbség, 125 ezer ember, aki magyarnak vallja magát mind a mai napig, és nyilvánvalóan Kijevvel kell az ő érdekükben jobban lenni. Egyszerűen azért, mert az a moszkvai politika, ami jelen pillanatban ott honos, az Orbánnak jobban tetszik, mint az az európai tendencia, ami mellett ugye az ukránok 100%-ig kivonultak a Majdánra valamikor. Tehát nyilvánvalóan itten egy politikai filozófia működik. Az, ami a Kremlben jelen pillanatban trendinek számít, az Orbán Viktor számára. Na de ez a vonzalom, ez nem egy oldalon? Én most arra gondolok, hogy itt volt ez a tankügy, ami hát... Nagyjából a kommentárok megegyeztek abban, én nem tudom ezt megítélni, hogy voltak éppen Moszkva gerjesztette, és csak egy magyar honlapra kirakadták az információt, aztán az oroszok előállhassanak ezzel a teóriával, hogy mi eladtunk volna tankokat az ukrán felkelőknek. Hogyha ez a vonzalom kétoldalú, akkor nem velünk szórakoznak az oroszok, magyarán fogalmazva. Magyarország kistétele. Tehát ebben a nagy politikában Orbán akármennyire ugrál, nem fog főszerepet kapni, és mindig csapóró jár, ahogy ez a jelen példa is mutatja. Oroszországnak az volt az érdeke, hogy egy ilyen porhintéssel elterelje a Luhanszki beavatkozásáról a témát, elterelje a sajtó figyelmét. És bizonyos értelemben ez meg is zavarta az állóvizet. Az, hogy ezért fel kell áldozni a Orbán Viktort vagy Magyarországot, hát ez számára nem tétel. Ez egy NATO csúcs, 61 néhány ország vezetői fognak találkozni. Két hét múlva lesz. Így van. Ott képviseletű az, amit Orbán Viktor itthon képvisel? Szerintem azt fogja csinálni, mint eddig mindig, amit tett. Ott előadja magát az európai és a NATO elkötelezett híveként. Ezt senki nem fogja neki elhinni, mindenki majd nem csak a kezét figyeli, hanem a száját is, vagy nem csak a száját, hanem a kezét is. Ma már egy más világot élünk, ezt kell megértenünk. Egy fél évvel ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt, Ukrajna előtt más volt az élet, mások voltak a szabályok, mások voltak a lehetőségek, nagyobb mozgástere volt mindenkinek. Jelen pillanatban ez már nincs így. Viszont Orbán Viktor politikája pont arról szól, hogy a magyar gazdaságpolitikának és a magyar külügyi politikának nagyobb mozgásteret biztosítson. Ez a módszer elvezethet oda? Nem, abszolút nem nagyobb mozgásteret biztosított, mint az, ami az elmúlt 4 évben, sőt 4,5 évben zajlott, hanem éppen, hogy beszűkítette ezeket. Emlékezzünk vissza, hogy milyen kinkes elvvel végezték a feladataikat a diplomatáink, mert mindig meg kellett mindenkinek magyarázni azt, ami egyébként megmagyarázhatatlan. Jelen pillanatban ott vagyunk, hogy már csak ott tudunk guberálni azokon a piacokon, ahova egyáltalán el tudunk jutni, és ezek nem feltétlenül azok a piacok, ahonnan minőségi árut be tudunk szerezni, ahova igazából ki tudjuk a saját áruinkat helyezni. Tényleg a nagyköveteknek Orbán Viktor azt az útra valót adta sok minden egyéb mellett, hogy nincs senki, aki megmondhatja nekünk, hogy mit tegyünk. Ez így van? Hát természetesen nincs itt. Ez az egész beszélgetés erről szólt, hogy egy világban élünk, ennek a gépezetnek egy csavara Magyarország, vagy működik benne, vagy pedig kicserélik. Ennyi az egész. Nagyon egyszerű a történet. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kérem.